Idén nem engedélyezte a tűzijáték megtartását a szakhatósága a belvárosban zajló felújítások miatt, ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy lézersóval kedveskednek az ünneplőknek. Az ország egyik legtapasztaltabb fénytechnikai cégével, a Fényszínházzal szerződtek, mondta az augusztus 20-ai rendezvény főszervezője. A lézersó mégsem úgy sikerült, ahogyan szerették volna. Itt egyszerűen az történt, hogy amint láttak is a látogatók, ugye egy zápor vonult át északkeleten a városrészen, ami széllel járt, és a füstgépeket elfújta. Tehát ezeket a lézercsíkokat nem látták, csak röviden, és a vizuáltechnikai kollégák hibáztak abban, hogy nem megfelelő magasságra tették ezt a színpadi vásznat, hogy minél távolabbról lehessen látni. Van felelősségünk bennem, én ezt természetesen el is ismerem, hogy nem olyan látvány lett, mint amit terveztünk. A szakemberekkel kommunikációs félresiklás történt, tette hozzá Détári Lukács Ágnes. Az interneten nagyon sokan felháborodva írják, hogy nem ilyen sóra számítottak, csalódottan mentek haza. És sokan nem csak emiatt voltak elégedetlenek. Nehezményezik, hogy miért kellett 1000 forintos belépőt venni az István a király előadásra, amikor egy nappal korábban Csemőben ingyenes volt. A művelődési központ a költségvetéséből vásárolta ezt a produkciót, és mivel kiadásunk volt, nem betervezett kiadás, ezért kellett bevételi oldalt is ehhez felállítani a hozzátartozó technikai költségeknek legalább a fedezésére. A belépő mellett az előadás helyszínével is sokan elégedetlenek. Détári Lukács Ágnes azt mondta, eredetileg a nagy templom lett volna a helyszín, de ott a forgalom lezárások okoztak volna gondot, illetve Andó László igazgató kérése volt, hogy a díszletek biztonsága miatt zárható legyen a terület. Ő ragaszkodott a zárt térhez, ezért került a Tiszti Klub udvarára, és ennek pedig szabálya van, hogyha bevisszük egy zárt térbe egy épületet, akár vagy egy produkciót, akár a színházba, akár oda a Tiszti Klub épületébe, annak mi a befogadó képessége, kiürítési terve kell ezt alátámasztani szakhatóságon keresztül. Détári Lukács Ágnes azt mondta, nagyon jó érzés, hogy ekkora figyelem kíséri munkájukat. Fontosak a visszajelzések, a negatívak is, abból lehet tanulni. Az viszont szomorú, hogy a jó programokhoz nem szólnak hozzá ennyien. Reméli, hogy az év számos minőségi rendezvényei némileg kárpótolják a ceglédieket az augusztus 20-ai kellemetlenségekért. Jelenleg gőzerővel készülnek az egy hónap múlva tartandó Kossuth toborzóra.